A magyar állam legmagasabb kitüntetésére azok válnak méltóvá, akik egyedülálló teljesítményük mellett olyasmit adtak nemzetüknek, aminek önmagán túlmutató jelentősége van, hangsúlyozta Áder János magyar államfő a Szent István rend idei ünnepélyes átadóján. Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében beszédében ezt mondta. Nagy adománya életünknek, hogy mi magyarok azok a nemzetek közé tartozunk, amelynek tagjai megannyi annyi világra szóló alkotással, felfedezéssel, találmánnyal és tudományos felismeréssel gyarapították és gyarapítják az emberiség tudását és európai kultúránkat. Kertész Imrét méltatva Áder János elmondta: az író nem csak azért vált méltóvá erre a kitüntetésre, mert a magyar Nobel díjasok sorát gyarapítja, hanem egész életműve elismeréseként. Rubik Ernőről szólva az államfő emlékeztetett. Zseniális találmánya a Rubik kocka meghódította az egész világot. Ez olyan csavaros és bűvös találmány, amelynek kialakításához igazi magyaros észjárásra volt szükség. A Szent István rendet Mária Terézia királynő 1764-ben alapította. 1946-ban megszüntették, majd 2011-ben újra bevezették.